Hetedik alkalommal invitálták meg a székesfehérváriakat a Fekete egy szárazréti gasztroudvari már hagyományos rendezvényére, a Borsó Fesztiválra. A Közösségi és Kulturális Központ és a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület találkozójára a hagyományokhoz hűen egyre kreatív ötletekkel érkeztek a csapatok. Mindenféle zöldborsos ételkülönlegesség rotyogott a bográcsokban, összesen 11 csapat versenyzett egymással a külön díjakért és az értékes nyereményekért. Nagyon örülünk neki, hogy ismét megrendezhetjük a Borsó Fesztivált, ugye köztudott problémák miatt nem lehetett megtartani. Immár ez a 6. alkalom, és nagyon nagy szeretettel vártunk mindenkit. Első alkalommal 2015-ben hívták közös főzésre a zöldborsó híveit a szervezők, a jó hangulatú családi rendezvény híre gyorsan elterjedt, és évről évre egyre többen jelentkeztek az ötletgazda Szőlősi Istvánnénál, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület alelnökénél. Így volt ez ebben az évben is. Nem nagyon árulták el a csapatok igazából, hogy mit főznek majd a zsűrinél, derülünk ide, azért azt tudjuk, hogy lesz csirkemájas, lesz füstölt sonkával, lesz tarjával, lesz mentával ízesített, sokféle lesz. A konyha hétköznapi mesterei természetesen ezúttal is elszakadtak a mindennapi zöldborsó főzeléktől és levestől. Idén is különleges receptek alapján készültek az étkek, megerősítve, hogy ismét közösségben találkozhatnak a gasztronómia barátai.